BM és a Nokia együttműködése egy olyan történet, ami a 90-es évek végén kezdődött, és ami, mármint ami az innovációs együttműködést illeti. Nagyon sikeres volt, éves során szépen terebélyesedett, és gyakorlatilag mostanra elérte a nagykorúságot és erre, az utóbbiben rengeteg szép eredményt produkált. Mint minden történetnek, ennek is vannak szereplői, melyeknek a kvalitásai és a képességei meghatározzák az eredményeket. Vegyük először is a bme t ahol, ami, mint tudjuk, a Magyar nélkülközés központi szereplője, remélem ezzel nem sütek meg más egyetemeket. És amit mi látunk a bme be azok az egyetem egyedi kompetenciák, ami a matematikai modellezést és a szoftvertechnológia terén rendelkezik, modellezési szoftver technológiai rendelkezik, ezeket én úgy gondolom, és ezt a 20 év tapasztalat mondja, mondatja velem, hogy világszinten van is A Nokia, a másik szereplő, ugye nem mondhatunk, vagy nem írhatunk van a régi évszámot a, a nevünk mögé, mint a BME, de ez is egy régi cég, 1865-ben lett alapítva, és a mobil távközlés úttörője jelenleg több high-tech területen vezető gyártó, ez ilyen az 5G és a mesterséges intelligencia az 5G-ben. Iparági elemzők szerint a legkiterjedtebb és legkoherensebb szabadalmi portfólióval rendelkezik, gyakorlatilag évente több ezer szabadalmat jegyeztetünk be a Nokia Bellaszból, 5G területén is. Az új szereplő az a Nokia Bellapps ami ugyancsak egy régi kutatási intézet, kutatóintézet, ami 2016 óta a Nokia része. Hát egy pár szép eredmény, 9 Nobel-díjjal rendelkezik, 5 Turing-díjjal, 3 Emmy-díjjal és 2 Grammy-díjjal, és szeretjük ezt mondani magunkról, hogy az innovációnk azok tényleg meghatározták azt a, azt a módon, ahogy a, a, mai nap embere él, és ahogy, ahogy mi napunkban a technológiához viszonyulunk. És hogy Illuszálom azt, hogy mennyire fontos az innováció, és hogy mennyire láthatatlanul, mennyire átszűvi az innováció a mi napi életünket. Hoztam egy pár példát a Nokia Bell Labs eredményeiből. Ilyen például a tranzisztor, amit 1947-ben fejlesztette ki, és ami 1956-ban a fizikai Nobel-díjat érdemelt. Ez ugye a moder, modern elektronika alapeleme. Egy modern gépben, számítógépben, vagy egy telefonban több ezer tranzisztor van. Vagy egy másik eredmény, az a mesterséges intelligencia, itt a képen Claude Chenon látható, és a Téseusz nevű robotegere, amely 1952-ben már képes volt megtanulni a labirintusból kivezető helyes utat. És egy magyar vonatkozású Shannon szívesen vette, hogy ezt a, ezt a megoldást, ezt a kísérletet, ezt a kempelen sakkozó gps hasonlították. További Érdekesség, a Terstar, az, ami az első kereskedelmi műhold 1962-ből, ez volt az első, amely ugye, meg tudtuk valósítani egy élő transzaltati TV közvetítést, és a Terstar műhold akkor mind a mai napig a, 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 a üzembe vannak, és a földkörül keringenek. És egy utolsó példa, a Unix, amit 1969-ben fedeztek fejlesztettek ki a House-ban. ez egy operációs rendszer, és nem biztos, hogy mindenki tudja, de gyakorlatilag a jelenleg elérhető mobil készülékek 99%-án Unixból származó rendszer fut, mind az Apple, az iOS, mind pedig az Android rendszerek Unix alapúak és nem csak hogy a számítógépeken vagy a telefonokon, de a felhőkön és a szervek többségében is szintén ilyen rendszerek adják Visszatérve a történetükhöz, ugye beszéltem a bm ről és a Nokia, Nokia, Magyarországról, ugye még nem szóltam egy szólt se. A Nokia 1992 óta van jelen Magyarországon, és 1997-ben hozta létre a kutat, kutatásfejlesztési központját. Az első jelentős Nokia BMW kutatási együttműködés az 1999-ben indult az én vezetésemmel, és itt gyakorlatilag egy egyedi projekt volt, tíz évig tartott, és az eredményei nagyban meghatározták azt a, azt a módot, ahogy a Nokia mérnökői gondolkoznak a hálózatok méretezéséről, modellezéséről, tervezéséről. Aztán még egy szép eredmény a 2018-ban kifejeztett digitális bűvös kocka, vagy ami az idei év nagy eredménye lesz a a FIEK innovációs hálózat, amit a BMI kampuszon ö, hozunk létre. És mint minden innovációban, vagy innovációs folyamban nagyon fontos az utánpótlás, a tehetséggondozás, ezért mi is erre nagyon figyelünk. A, a, az új mérnökök nélkül gyakorlatilag minden innovációs tevékenység csak lefelé haladhat. Ezért több programot is futhatunk. Az egyik a digitális MSC, duális, bocsánat, duális MSZ képzés, a másik a gyakorlati program, gyakorlati program ami most jelenleg itt a Nokia-nál Nokia Nokia Magyarországon 125 diák vesz részt zömében a bm ről Aztán vannak ilyen kiválasági programunk, mint a Nokia Bell Labs IMSC ösztöndi, vagy a Nokia Young Scientist Award, ami, amivel gyakorlatilag a, a tehetséges és s mérnök, mérnök próbálunk ösztönözni. Egy Néhány szó a Nokia Belax IMSZ ösztöndíjról. Ez egy olyan ösztöndíj, ami nem csak pénzből szól, ugye a pénz az nagyon fontos, de annál fontosabb az, hogy ezek a diákok, akik ezt az ösztöndíjat megkapják, lehetőséget kapnak arra, hogy a Nokia Belaxnak a kutatóival együttműködjönek, és gyakorlatilag így mentorálást kapjanak tőlük, ami egy egyedi lehetőség tekintve azokat az eredményeket, meg azokat a tudományos, tudományos képességeket, amivel a Nokia rendelkezik. Ez, ez, ez három éve futó program, és nagyon szép eredményeket értek el a diákok benne. A másik a Nokia Young Scientist Award, ami a Nokia ad a kiemelkedő ott idéka előadásoknak vagy előadóknak, és a díj mellett egy bemutatási lehetőséget is kapnak a, a, a hallgatók. A 2019-es évben 9 diázott volt, most 2021-ben 14 diázottat találtunk, a diázásra díjaz, érdemes diákot vagy dolgozatot találtunk. Ez az esemény, ez pont ma lesz délután itt a Nokia Skype-pal. <kül> Aztán az innovációs programok és a kiemel kapcsolatos kiemelkedő eredmények közül néhányat és is van egy olyan programunk, amit úgy hívunk, hogy Invent Nokia. Mi a Nokia nagyon hatékonyan tud szabadalmaztatni ötleteket, ezért ezt a kiemelkedő egyetemi partnereknek felállítjuk ezt a lehetőséget, hogy bármilyen ötletük, ami szabadalmazhatónak gondolnak, azt a Nokia-val közösen szabadalmaztassák, és, és gyakorlatilag a Nokia szabadalmi szabadalmi hivatalán, szabadalmi ügyi hivatalánokat segítségével hatékonyan tudják ezt átkonvertálni értékes szabadalmakká. A másik a már, már eredmény, az a digitális bíros kocka, erről már beszéltem, és még fogok kicsit beszélni. A Driver Behavior Analytics ez is egy egyedi eredmény, amit a közösen a, a BMW vel fejlesztettünk ki, illetve az Anomaly Detection is egy olyan úgymond úttörő úgy úgy munka, amivel, ami nagyon szép eredményeket hozott. És végezetül majd a FIEK 5 innovációs házatról szeretnék egy pár szót szólni. A digitális bűvös kockát bátran állható egy nemzetközi karriert futott be. Ugye itt ez egy érdekes dolog, mert mindenki tudja, mi a bűvös kocka világon, tehát az egy kulturális ikon. Viszont amit mi csináltunk a BMW-vel közösen, az, hogy megmutattuk azt, hogy mit tesz a technológia, hogyan lehet egy fizikai eszközt, egy tárgyat digitalizálni, és egy virtuális replikát képezni róla, ami virtuális replikán. Gyakorlatilag bárhonnan a világról a kommunikációs hálózatok segítségével emberek vagy partnerek együtt tudnak működni. És ez egy koncepció, nyilván a, a digitális bűvös kockával illusztráltuk, de gyakorlatilag bármilyen, bármilyen fizikai eszköz vagy tárgyat így digitalizálni, digitalizálni lehet, és egy ilyen digitális ikertestvéren keresztül gyakorlatilag a virtuális térben fejleszteni, együttműködni rajta és alkotni rajta. Ez a ez a kocka ez tényleg nagyon sok helyen volt a Las Vegasban, amit kiemelik a Brooklyn Ögész, amit a Stuttgart innovációs napokon, és gyakorlatilag replikái gyakorlatilag minden kontinensen állandó kiállítás tárgy, tárgyak a helyi innovációs központokban. Naponta kapok leveleket kollégáktól, hogy milyen eladáson, milyen, milyen, milyen demonstrációs eseményen mekkora sikert adtak vele, és milyen jól értékelt, mennyire jól vette a közönség az üzenetet, amit a digitális bőrkocka átad itt néhány visszhangot összegyűjtöttem, gyakorlatilag amikor bemutattuk ezt a nemzetközi formokon, nagyon pozitív, nagyon pozitív visszajelzéseket adtak az iparági elemzők. Gyakorlatilag azt mondták, hogy ez egy nagyon, ez egyik legértelmesebb demonstráció annak, amit a, képesek, amire az 5G házatok képesek lehetnek. A következő szép eredmény, amiben BMS diákok dolgoztak, amin BMS diákok dolgoztak, ez a úgynevezett Driver behavior Analytics, ami gyakorlatilag egy olyan megoldás, amelyben a gépkocsi vezetést elemezzük mesterséges intelligenciával. Itt a képen látható egy prototípus, és a, a prototípusban a kijelző, ami gyakorlatilag illusztrálta azt, hogy működik a, a rendszer. Ez, ezzel végeztük még 2018-ban az első teljes körű V2X uh, 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 megvalósítást uh, uh, 3GPP technológián, és ezt teljesen Budapesten fejlesztettük és teszteltük ki. nek a nemzetközi bejelentése a Mobile World Congress 2019-es eseményen volt, és uh, az a termék, és elnyerte a Telecom World Smart Cities Awardot 2019-ben. Az Anomaly Detection egy új paradigma, a hálózat terén gyakorlatilag arra kell gondolni, hogy a hálózatok rettetesen nagyok, re, több tízezer eszközből állnak, ezekből az eszközökből rengeteg adatot lehet begyűjteni, és amit mi ezzel bebizonyítottunk, és ebben is a BMW-s kollégák segítettek, vagy nagyon fontos szerepet játszottak, az, hogy gyakorlatilag csak az adatokat elemezve feltárható a hálózatnak az állapota, modellezhető a hálózat állapota, és észlelhetőek bármifajta szuboptimális működési pontok, vagy pedig anomáliák. És gyakorlatilag ez volt az egyik olyan megoldás, ami széleskörben bizonyította azt, hogy a mesterséges intelligenciának igenis van szerepe a hálózatüzemeltetésben, gyakorlatilag olyan hozzáadott érteket ad, amit, ami miatt most már nagyon sok helyen ilyen megoldásokat kezdtek alkalmazni. Ez, ez 2020-ban lett termékesítve ez a megoldás, és elnyerte a BMI Innovációs Díjat is 2020-ban. Az utolsó téma, vagy terület ez a FIEK 5G innovációs hálózat, ami gyakorlatilag a legnagyobb 5G privát ipari egyetemi, pri, privát ipari hálózat, ipari egyetemi közös kutatásokhoz létrehozva. A jelenleg 52 rádiós áll, és 7 épületet fed le teljesen részlegesen. A felhasználási területei főként az oktatás, tehát gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy a a a villamos karon és az informatik karon első kézből tapa, tudjon tudjanak tapasztalatot szerezni az, arról, hogyan kell egy ilyen hálózatot üzemelni, hogyan kell erre a hálózatra ö, ö, feleszteni, és mit jelent egy ilyen hálózat, ö, így, így mint hálózat összességében. Valamint arra is szeretnék használni, hogy közös kutatásokat végezzünk a BMI-vel, és harmadsorban, de nem utolsó sorban, ez a, ez a hálózat, ez majd egy platformként fogsz üzemelni, és a magyar innovációk támogatását is fogja szolgálni.